Április 28-ától látható a mozikban az Anyák napja című film, és megkérdezzük Péter Fillit, aki a premierre érkezett, hogy ő hogyan élte meg az Anyák napi ünnepségeket az iskolában. Koromban először állatorvos szerettem volna lenni, aztán fazekas, aztán táncosnő, de énekes az nem szerettem volna lenni, meg színésznő is később. De... Milyen filmet néztél, amiből ezt láttam? Nem néztem filmeket, nem voltam egy fazekas műhelyben, meg a nagypapám állatorvos, de amúgy én mindig imádtam kiállni. Van egy nagyon-nagyon kedvenc versem, Mécs László egyik verse, az a címe, hogy A királyfi három bánata, és ezt mindig elszavaltam anyukámnak, és akkor mind a ketten sírtunk, mert annyira szép volt, és minden. Úgyhogy én szerettem mindig az Anyák napját, meg nekem nagyon különleges kapcsolatom van anyukámmal, úgyhogy nekem ez mindig fontos. Akkor ez volt a konstans program az iskolai Anyák napján, hogy te kiálltál, és ezt elmondtad? Hát nem csak ez, de volt, amikor átmentem mondjuk felső tagozatba, egy másik suliba, és akkor ott is elszavaltam. Egyébként a filmben lesz egy olyan karakter, aki a gyermekét adoptálja, csak azért, hogy a karrierje nyilaljon fölfelé. Ez nyilván a való életben is elképzelhető szituáció. Te neked mi a véleményed erről? Hát szerintem ez elég gáz. Tehát, hogyha valaki gyereket szeretne, vagy nem tudom, én úgy gondolkodom erről, hogy egy nő akkor nő, hogyha a gyereke van. Nekem is az életem legnagyobb célja az, hogy majd egyszer anya lehessek, és karrier szempontjából ez biztos, hogy nem csinálnám meg. Na és hát elképzelted már akkor, hogy majd Anyák napján te fogsz ott ülni, és neked szavalnak, vannak ilyen gondolatai? Jaj, persze, és már most is majdnem elsírom a gondolattal.